Jó estét kívánok! Megoldást keres a megyei önkormányzat a gépjármű bejegyzési eljárás felgyorsítására. Október 1-től növekszik az ügyfélszolgálatot ellátó személyzet száma, valamint 3 hónapig a megyei tanács alárendeltségébe tartozó őrzővédőszolgálat biztosítja a rendet a közszolgálat székhelyén. Hargita megyében 28 gépkocsi vezetőképző iskola működik, és ezek havonta mindegy 1000 új gépkocsi vezető jelöltet bocsátanak ki. A gépjármű bejegyzési és hajtási jogosítványokat kibocsátó közösségi közszolgálat infrastruktúrája már nem megfelelő ennek a létszámnak az ellátására. Még mindig nem sikerült megoldani a gépkocsi bejegyzés és a hajtási jogosítvány megszerzéséért való vizsgáztatás folyamatának könnyebbé tételét. A közszolgálat csíkszeredai Kossuth utcai székhelye előtti hajnali 2 órakor elkezdődő sorbanállás, minden reggel kialakuló helyzet, verekedés nem méltó egy megyeszékhelyhez. Ahol láttuk, hogy is tudunk valamilyen formában lépni, az a rendfenntartás, hisz olyan hírek vannak, ugye, hogy gyergyói gépkocsi tulajdonosok udvarhelyi tulajdonosokkal összeverekednek, éjjel 2-kor kezdődik a sorbanállás, stb. Tehát a rendfenntartás és a csendnek a megtartás az nagyon fontos, hogy a hivatalban dolgozó pár munkatárs tudjon dolgozni. Amellett a prefektusi hivattal folyamatosan igényeli Bukarestből az újabb állások létrehozását, 15 állással fog nőni október 1-től a személyzetnek a száma, és behívattuk ide Csíkszeredában Gyergyó, Székelyudvarhely, Baross-Hévíz városoknak a polgármestereit is, akikkel megegyeztünk abba, hogy a városok információs irodáiban lehetővé próbáljuk majd tenni rövidesen, hogy lehessen ott leadni, hogy a gépjármű a bejegyzéshez, beiratáshoz ne kelljen bejönni sorba állni, hanem egy nagyon minimális párlejes illetékért a városoknak az információs irodába lehessen leadni az anyagokat. Borbély Csaba megyei közszolgálat felügyeletét ellátó prefektusi hivatalnak és a szolgálat vezetőjének megoldásként javasolta a személyzet létszámának növelését. A prefektus intézményének képviselői elmondták, a jelenleg kialakult állapot a pitesti eseményeknek köszönhető, mivel ennek megismétlését megakadályozandó az egész rendszer csalásbiztossá tették, ez pedig jelentős mértékben lelassította a munkafolyamatot. A prefektusi hivatal képviselői még elmondták, hogy soron kívüli igénylésük alapján október 1-től nő az ügyfélszolgálati személyzet száma. A csíkszeredai munkaponton 3 új alkalmazott fogja operatívabbá tenni a szolgálat működését, valamint megyeszerte 15 személlyel gyarapodik a közszolgálat munkatársainak száma. Ezen kívül hamarosan lehetőség lesz arra, hogy a területi ügyfélszolgálati irodák felvállalják az autóbejegyzési jogosítványigénylési és cserélési iratok begyűjtését és továbbítását a csíkszeredai munkapont felé. A megyei tanács szakemberei javasolták, hogy a román gépjármű nyilvántartó hivatal RÁR közreműködésével és felügyeletével néhány megfelelően felszerelt vidéki autószerelőműhelyt, céget is jogosítsanak fel a járművek műszaki vizsgáztatására és műszaki bizonylat kiállítására a várakozási idő csökkentése érdekében. A megyei tanács képviselői tárgyaltak a megyei tanács alárendeltségébe tartozó őrzővédő szakszolgálattal, és az a megoldás született, hogy az elkövetkező 3 hónapban, október 1-től a szolgálat 3 munkatársa vigyázna a rendre, amíg más megoldás nem születik. Az ezzel járó kiadásokat Hargita megye tanácsa fedezi. Lehetséges megoldásként felmerült vidéki szakcégek feljogosítása műszaki bizonyítvány kiállítására, valamint a területi munkapontok iratbegyűjtő és továbbító szerepet kapnak.